A feleségemmel elhatároztuk, hogy rendbe tesszük a pincét, ami elképesztően poros volt. Mivel porallergiám van, köhögni kezdtem, ezért elővettem a szteroidos aszmasprémet. Sajnos nem olvastam el a használati utasítást, mint a férfiak általában. És nem öblítettem ki a számat. Nem sokára valami rémes lepedék fette be az egész nyelvemet, aminek nagyon rossz íze volt. Kisebesedett a torkom és az inyem is. Nem tudtam, mi lehet ez. Elmentem az orvoshoz, aki megállapította, hogy gombás fertőzés keletkezett a szteroidos sprétől a nyálkahártyámon. Felírt egy öblögetőt, de a fájdalom nem múlt el. Annyira kibírhatatlan volt, hogy amikor nyeltem, meg kellett nyomnom a fülem alatt az állkapcsomat, hogy csökkenjen a fájdalom. Kezdtem kiszáradni és lefogyni. Orvosilag nem volt semmi, amit tehettek volna a gyógyulásért. Imádkozni kezdtem. Kérlek, Atyám, vedd el tőlem ezt a fájdalmat. Kérlek, szabadíts meg. Hittem, hogy valami történni fog, mert aki kér, az kap. Egyik reggel leültem és megnéztem a 700-as klubot. Terry a következőket mondta. Valakinek tele van a nyelve és a szája belseje fájdalmas sebekkel. Isten most meggyógyítja önt. Fokozatosan el fognak tűnni a sebek, és teljesen meg fog gyógyulni. Azonnal tudtam, hogy rólam beszél. A fájdalom egyszer csak megszűnt, és újra rendesen tudtam nyelni. Kimentem a konyhába, és megreggeliztem. Hosszú idő óta újra élvezni tudtam az étkezést. A sebek, mint egy olvadó jéghegy, elkezdtek zsugorodni. A hólyagok is egyre kisebbek lettek, leszáradtak és eltűntek. És nagyon hálás vagyok az Úr Jézus gyógyító erejéért. Őhozzá bátran mehetünk, mert ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Bíznunk kell abban, hogy Isten jól időzít. Nem szabad feladni az imádkozást, mert Isten gyógyító. A gyógyulás egy biztos ígéret. A Bibliában nem az áll, hogy Jézus sebeiben esetleg meggyógyulunk, hanem hogy már meggyógyultunk. Gyakorolni kell a hitünket ebben, hinni kell, és el kell fogadnunk, hogy ez a mi életünkre is érvényes.